Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Placik vagyok, és ebben a mai videóban azt fogom bemutatni nektek, hogyan tudtok asszidot farmolni az új kontenttel a játékban. Ez egy nagyon hasznos funkció, illetve tényleg nagyon megkönnyíti a dolgokat, illetőlegesen mutatni fogok egy módszert, hogy hogyan tudtok nagyon durva mennyiségű XP-t szerezni. Itt elég konkrétan 16 000 XP-re gondolok per meccs, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ilyen 40 pluszos szinten is lenyomod egyszer-kétszer, és szintet lépsz. Úgyhogy srácok, lányok, nem is húzom tovább a szót, vágjunk is bele. Nincs más dolgotok, mint megnyitjátok a térképet, és megkeresitek azt az ikont, amit úgy hívunk, hogy workshop. Láthatjátok, itt mutatja, és ez egy 43-as szintű workshop. Ez egyébként itt a Red Sands-en belül található. Hogy máshol van-e, azt hiszem van, ebben most nem vagyok biztos. Itt is van például egy level 14-es workshop. Most ne tévesszem meg titeket azt, hogy itt milyen ikonokat mutat, mindjárt oda is fogok menni ehhez a 44-es szintű workshophoz, és meg is fogom mutatni nektek azt, hogy ez hogyan is néz ki, úgyhogy menjünk is oda. És érkeztem, itt vagyok a workshopnál, meg is menjünk és megnézzük, hogy milyen helyzet. És megmutatom nektek, hogy ez hogyan is néz ki, ez tényleg valami brutális, nagyon durva lehet vele asszidot farmolni, és ilyen 5 perc az egész. Szóval ide jöttök, itt megnyomjátok az F betűt, és itt jobb oldalt fent ki tudjátok választani, hogy milyen erősségű ellenfelek jöjjenek, illetve hogy hát ehhez miért, hogy milyen jutalmat. Na hát azt köszi szépen, engedj el, tesó videót vendég fel, hagyjál már! Na, szóval ott tartottam, nem történt semmi. Hogy ide jöttek, és itt jobb oldalt fent ki tudjátok választani, hogy melyiket szeretnétek megcsinálni, ehhez miért nem, ki fogja írni, hogy mennyi asszidot fogtok kapni. Láthatjátok, ez itt egy level 4-es permit, ami azt jelenti, hogy 45-ös szintű ellenségek fognak jönni. Az egyébként nagyon necces, tehát az tényleg necces. Én ajánlom nektek a 35-ös, illetve a 25-ös szintűeket. Most rámegyünk, mit tudom én, egy 2-es szintű cuccra. Itt láthatjátok, 40 darab asszidot kapunk, 25-ös szintű szörnyek lesznek, és 4 perc alatt le tudjuk nyomni. De most 4 perc alatt 40 darab asszid az nagyon jó. Azt jelenti, hogy fél óra alatt több százat összeszedtek, úgyhogy egyébként tényleg baromira jó. Van olyan, amikor például ilyen level 1-es, meg level 2-es többet ad. Na, tessék, itt van egy 1-es, ami 15-ös szintű szörnyeket ad, 80 darab asszidot ad, úgyhogy ezeket itt tudjátok elhasználni, ezeket a permiteket, amit ugye a játék során lootoltok. Úgyhogy srácok, lányok, most szépen le fogok tolni egy kört, úgyhogy el is indítom ezt a 15-ös szintűt, mert ezt szólóba is le tudom. Rámegyünk a start. Ilyenkor van 4 percünk arra, hogy beépítsük a helyet, ugye tudunk lerakni tureteket, mindenféle dolgot, vagy pedig, hogyha szereztek fát, akkor tudtok lepakolni ilyen védő dolgokat. Hát ez nekünk most egész egyszerűen úgy nem fog kelleni. Már csak azért sem, mert egyébként itt a helyszínen nem tudjátok használni a tárgyakat. Tehát, hogyha megnyomjátok a B betűt, akkor itt odébb tudtok pakolni dolgokat. Itt ilyenkor ugye érdemesebb a bejáratokat lefedni, hiszen azokon fognak tudni majd bejönni úgymond a szörnyek. Úgyhogy mindenféleképpen a bejáratokat lefedjük. Ugye ez helyenként eltérő, itt például vannak ezek a ilyen fémrudak, meg generátorok, meg ilyenek, ezek egyébként most jelenleg hasznosak, de van, amikor csak például fa van, meg dobozok vannak, zsákok, hordók, ugye ez változó, hát most ugye pont ez van. És ahogy látom, fent nem lehet, de lehet építeni fent, csak valamiért ide nem engedi. Hát akkor ezt nem rakjuk oda. Igen. Mindegy, akkor bejáratok azok, hogy be van. Talán még itt egy kicsit így befedjük. Hol kell még bejáratot befedni, ott be van a fedve a bejárat. Igazság szerint jó. 15-ös szintű. Ilyenkor, hogyha végeztetek és az idő még nem járt el, lehetőségetek van forszolni, tehát erőltetni az elindítást, hogyha ide jöttök, ez nem kerül semmibe. Ilyenkor bal oldalt, mint azt láthatjátok, mutatja is, hogy elindult a kör. És ilyenkor szépen gyapni kell őket. Nem szabad engedni, hogy megöljék, vagy elpusztítsák a középső részt. Ami nagyon fontos, hogy ilyenkor a szörnyekből is tudtok lootolni asszidot. Ami azt jelenti, hogy ti nem csak a végén fogtok tudni azt a 40 darab, vagy hát ugye most jelen esetben itt 80 darab asszid lesz a végén, meg az a loot, amit mutatott, nem csak 80 darab asszidot tudtok szerezni, hanem egészen konkrétan annyi asszidot, amennyi pluszba kiszedtek a szörnyekből, csak ezt próbálok koncentrálni.
Tehát kiszeritek a szörnyekből az asztitot, plusz még ugye kaptok azért is, mert végeztek ugye ezzel az egésszel. Úgyhogy mindenféleképpen utoljátok a szörnyeket, most ott felül sem is be tudnak jönni. Hát ez nem éppen egy topos védelem, de mondom úgyis 15-ös szintűek, hát most... Értitek, itt nem lesz gond. Itt fognak jönni bossok is. Egyébként pont bespannolt, amint kimondtam, hogy fognak jönni bossok, bespannolt, tehát hogy... Wow. Ja, hát most 50-es szinten persze, hogy megölöm a 15-ös szintűeket, tehát most... Ez nem lesz ilyen könnyű, hogyha a ti szinteteken lévőt csináljátok, csak hát én most videót veszek fel, hogy bemutassam nektek. Élve akkor a videó végén azt is bemutatom, hogy hogyan tudtok nagyon gyorsan XP-t szerezni az új kontenttel. Ugye ez nem az új kontenttel jött be, egyébként. Vagy lehet, ezt nem tudom pontosan. Jól emlékszem, volt már workshop előtte is, tehát ez nem egy új kontentes dolog. Viszont... Ha már úgy van, akkor csinálok róla videót, hogyan farmoljatok asztidot, illetve hogyan farmoljatok XP-t, hiszen ténylegesen jóval megkönnyíti a játékot, hogyha nem kell mindig ölögetni a szörnyeket, hogy asztidot farmolgassatok, hanem ide jöttök. 4-5 perc alatt értitek szereztek, mert most gondoljatok bele, ebből szereztek 80-at 4 perc alatt, plusz amit én most egy szörnyből mennyit kapok egy szörnyből? Egy szörnyből kapok plusz 3-at. Tehát gyakorlatilag én itt kilútolok 10 szörnyet, már van 30 asszidom, plusz a végén adni fog 80-at. És ugye több szörnyön, mint 10. Meg ugye a boss az nem csak asszidot ad, hanem mindenféle jó lootot. Úgyhogy... ezt ki is lootoljuk. Látjátok, adott minden... Igen, ad Eclipse-et is. Úgyhogy ez nagyon jó dolog. Nincs abban semmi gáz egyébként, hogyha kis szintűet nyomtok, hogyha egyedül játszatok, mert láttam a komment szekcióban, hogy nagyon sokan szólóban nyomjátok, amit ami nem tudom miért csináltok. De szívetek joga, hogyha szólóban akartok játszani, szólóban játszatok, én nem szólok bele. De jóval nehezebb úgy játszani szólóban, mint a többen játszanátok, ez egyértelmű. De hogyha tényleg feljöttök ugyanerre a szerverről, mi vagyunk, itt a klám tele van magyarokkal, ahol lakunk, oda is költöztek magyarok. A Discord szerveren is folyamat jönnek fel, van szívmenes játékosok, akik magyarok. Úgyhogy fixen találni fogtok játékosokat, vagy hogyha kicsit tudtok angolul, és kírjátok a chatre, hogy jöjjön valaki workshopozni veletek, segítsen farmolni, biztos, hogy fognak jönni. Úgyhogy nem kell annyira ráerőltetni magatokra ezt a szóló játékos dolgot. De ha rá is erőltetitek, akkor is, tehát itt vannak ezek a lehetőségek. Workshopot beállítjátok kis szintűre, és végignyomjátok. Újból és újból amennyiszer tudjátok, amennyi permitetek van. És igazság szerint ez ennyi is volt. Itt most ez az 57 másodperc le fog telni, addig én itt futok kint egy kört, és megnézem, hogy esetleg vannak olyan szörnyek, amiket én még nem lootoltam ki, hiszen ugye, mint említettem, asszidot dobnak, ezeket pedig érdemes ilyenkor gyűjtögetni, hiszen gyakorlatilag ezért is jöttünk ide, hogy ezt gyűjtögessük. Ha jól látom, nem hagytam sehol ott asszidot, de itt. Itt egyet, és erre pedig már is több acid. Ilyenkor szépen megvárjuk, még letelik az idő. Ilyenkor egyébként, hogyha milyen 50-40 másodperc van hátra, ilyenkor már nem jön több következő kör. És itt ki is fog írni egy purification complete, ide jöttök, nyomtak egy F betűt, és látjátok, ezeket kapjátok, közel kapjátok ezt is, mert egyébként ez nem fix loot. Rámegyünk, hogy claim, meg is kaptam egyébként pont. És voilà, srácok, lányok, szereztünk 80 darab asszidot, itt a szörnyekből szerintem egy 20-at, 10-et biztos, hogy lootoltunk, vagy még többet is. Szóval egy ilyen 100 asszidot lazán összeszedtem 4 perc alatt. Most gondoljátok bele, hogy ezt lenyomjátok, mit tudom én, 4-5-szer egymás után, és én most kiszedtem 100-at. Tehát 4-5-szer 400, 500, 600 asszidot összeszedtek. Jó, hát akkor térjünk is át arra, hogy hogyan tudtok, az új kontentemmel, ez viszont új kontentes dolog, hogyan tudtok szedni 16.000 XP-t per meccs. Nézzük is. Nos, srácok, lányok, a következő módszer pedig nem más, mint a siló. Annyi a dolgotok, hogy kerestek egy silót, tökéletes, hogy hanyas szintű, ez például itt 25-ös. A lényeg az, hogy a silók igazából hát olyasmik, mint egy dungeon, tehát elmész egészen a bossig, de hát ugye eleinte nagyon sok
szörnyet vagy katonát kell megölni, attól függően, hogy milyen zónában vagy, és ez nagyon sok XP-t ad neked. Én nekem például a 45-ös siló, amit újra és újra toltunk, minden egyes körbe 16 000 XP-t adott. Mert minden egyes szörny, amit megöltök, 300 XP-t ad, illetőlegesen a végén kaptok 4-5 000 XP-t. Ha most csak kiszámoljátok, hogy megöltök 10 darab ellenséget, és 10-et megszorozzátok 300-zal, puff, ott van a 3000 XP, csak 10 ellenség után, és sokkal többet megöltök a siló közben. Tehát a végén közel ilyen 14-16 000 XP-t kaptok, ami azt jelenti, hogy 40 plusz a szinten is, közel 2 meccs után szinte szintet léptek. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett ez a videó, mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, még nem tettétek meg, és ne felejtsétek el, a komment szekcióban megtaláljátok a Discord szerveremet, hogyha feljöttök, tudtok velem játszani, beszélgetni, vagy másoktól, vagy tőlem akár segítséget kérni. A kutyahallgatásért meg sorry, valamiért mindig akkor ugatnak, amikor elindítom a videó felvételt, ezt szinte már megszokhattátok volna az elmúlt pár videóba. Ugye srácok, lányok, reméltem tudtam segíteni nektek az acid farmolással, illetve a silóval. Igazából gondoltam rajta, hogy bemutatom nektek a silót, hogy hogy néz ki, hogy működik, de igazság szerint tényleg annyi, hogy bementek, öltök, a végén megalitek a boss-t, és kaptok egy csomó lootot, mert egyébként siló közben tudtok lootolni, tehát azért vannak ott jó lootok, illetőlegesen mondok még egy lifehacket, ezt egyébként Sanya mondta, akivel szoktam felvenni videókat, hogyha lenyomjátok a silót, és kilútoljátok, utána, ha megint bementek, már nem fogjátok tudni kilútolni, viszont az XP-t ugyanúgy megkapjátok, tehát per mob 300 XP, a végén pedig ilyen megkaptok 4-5 000 XP-t, tehát összességében ilyen 14-15 000 XP-t fixen kaptok, viszont, ha lenyomjátok a silót, elmentek egy teleportation towerhöz, world-öt vártatok, majd visszamentek a silóba, újra ki tudjátok lootolni, tehát minden egyes world váltás után ki tudjátok lootolni a silót, úgyhogy egyébként ez egy elég hasznos dolog. Ha srácok, lányok, bármi kérdésetek van, vagy ötletetek, miről csináljak videót, mindenképpen írjátok le a komment szekcióba. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!